Üdvözlök mindenkit, Devon vagyok. A mai videóban több konfigurációt is be fogok mutatni, amit így összeválogattam ár alapján. És mint látjátok a címben, körülbelül 250 ezer forint lesz rá a keret. Viszont aki tapasztaltabb a szférában, az már érezheti, hogy várjunk csak. Nekünk újonnan vásárolt hardverekre van 250 ezer forintunk. Most már kezdem megérteni ezt a jelet a gamer szónál a címben. Na kezdjük! A mai videót az eneba.com támogatta. Amennyiben szeretnél olcsón vásárolni akár magadnak vagy másnak ajándékba játékot, feltöltőkártyát, akkor most az amúgy sem magas árból kapsz egy kis bónusz kedvezményt a Devontech kuponkódot használva. Linkek a leírásban. A mai napon kettő számítógépet fogok bemutatni, egyet az AMD oldalról, egyet pedig az Intel oldalról. Mindkettő esetben törekedtem arra, hogy a teljesítmény és a választott alkatrészek is hasonló árértékarányt képviseljenek, vagy ugyanazok legyenek. A konfigok fő célja a jövőbeni fejleszthetőség. A végén lévő bónusz konfig célja viszont az, hogy csak legyen egy rohadt gépe az embernek, ami elfuttatja az újabb játékokat is, ami az első kettőben a minőségi alkatrészek és a videókártyárak miatt lehetetlen küldetés. Mint ahogy azt említettem, sokat ne várjunk el ennyiért. Manapság nagyobb szórakozást jelent beleverni a fejed az asztalba, mint gépet építeni új alkatrészekből. Nem tüntetem ezt a ceruzát. Megjegyzem, a használt piac sem néz ki valami fényesen, de drasztikusak a különbségek. Például nem 140 ezer forint egy szaros 1050 Ti, hanem 60-70 ezer forint. Kezdjük az AMD géppel, aminek az agya egy 5000-es szériás 6MAG 12 szálas 4,4 GHz-es busszal rendelkező max 62 wattot zabáló Ryzen 5 5600G. Ennek a jó tulajdonsága, hogy integrált grafikus chippel rendelkezik, avagy nem szükséges külön videókártyát venni. Az ára természetesen ebből kifolyólag borsos, de igazából minden újabb Ryzen prockónak mostanában, de árban és játék teljesítményben majdnem ugyanott leszünk, mint az Intel konfiggal dedikált kártyával karöltve. A dobozában van egy Wraith Cooler, ami rövid távon megfelel a célra, hosszú távon viszont szíven szerint leváltanám. Az alaplap egy MSI B550M mortár, erre azért esett a választás, mivel 4 RAM-szatos VRM hűtős alaplapról beszélünk, amely rendelkezik 2 darab M2 csatlakozóval is. A gépház az általam is használt itt látható Bitfenix Enzo Mesh, ami alapból 2 darab RGB ventilátorral érkezik, de természetesen ezt könnyen ki tudjuk bővíteni, vagy akár teljesen cserélni. Mint itt látjátok, kicsit már fel lett ez tuningolva, szerelhetőség szempontjából teljesen meg vagyok vele elégedve, az árérték aránya remek, ATX-től ITX-ig minden alaplap belemegy, ezen kívül a hátulján lévő PCI slotokat sem kell kitörnöd barbár módon, mert a csavaros megoldás pártolja a gyártó. Alul, elől és felül is porszűrő található amúgy rajta, illetve nagy helyre élik az oldallap mögött, ahogy könnyen elfér benne az ember a kábelekkel is. Igen, tudom, hogy ez most katasztrofálisan néz ki, de tápcsere lesz hamarosan, szóval nem nagyon foglalkoztam vele. A két darab 2,5 incses és további 3 darab 3,5 vagy 2,5 incses hely untig elég bővítési opciót rejt magában, miközben megmarad a kultúrált kinézete, amit ugye az oldalán lévő üveglapon keresztül meg is tudunk csodálni. Nagy pacsi a Bitfenixnek, hogy elküldték ezt a gépházat a kérésemre. Memóriának egy 2x8 GB-os G-Skill Ripjaw kitet választottam, tápegységnek pedig egy Seasonic Core GM 500 wattos Gold 80 pluszos hatás fokkal rendelkező félmoduláris tápot választottam. SSD esetében én inkább maradtam a több tárhelynél, mint a magasabb sebességnél, így a választás egy 1 terabájtos Crucial-re esett. Végül 255 ezer forint környékén álltunk meg. És mielőtt jön a következő, vegyél egy mély levegőt! És fejeld meg a feliratkozás és like gombokat, mert a következő végét nem biztos, hogy bírni fogja a szíved, de legalább a statisztikát javított. Thanks, brother! Ja, és amúgy ingyen van. Jöjjön az Intel oldal, de mivel az Alder Lake félkonfig annyiba kerülne, mint a teljes gépre szánt összeg, ezért most még maradunk az LG 1200-as foglalatánál, és agy szempontjából a már jól ismert és jól bevált i5-10400F-nél. A Ryzenhez hasonlóan 6MAG 12 szálas a processzor. 4,3 GHz-es buszra képes, viszont integrált VGA nélküli példány, ugye ezt mutatja a mögötte lévő F. Az Intel lapok sajnos az új gen AMD lapokhoz hasonlóan nem arról híresek, hogy olcsóak lennének, főleg ha egy kicsivel minőségibbet választanánk. Szóval végül egy MSI B460M bazooka lett a befutó, mivel ez rendelkezik 4 RAM slottal, M2 bővítési lehetőséggel méghozzá 2-vel is, továbbá van VRM hűtője is szintén. A gépház ugyanaz a Bitfenix Enzo Mesh, ami a másiknál is volt, a tápegység is ugyanaz, a félmoduláris Seasonic, illetve az SSD sem változott. RAM-nak egy 2x8 GB-os Corsair Vengeance kitet választott,
játszottam. És végül ugye maga a videokártya, ami nem más, mint egy extra budget belépő kártya olyan teljesítménnyel, mint az AMD integráltja, avagy egy Gigabyte GT 1030 2 GB GDDR5-ös memóriával. Így ez körülbelül 250.000 forintra jött ki. És ja, ha újonnan szeretnél gépet venni úgy, hogy valóban odafigyelsz, hogy a géped igényesebb alkatrészekből álljon, akkor most nagy valószínűséggel elvettem a kedvedet az élettől is. Ha hasonlóan lekapartod az arcodat a videó nézés közben, mint én a készítése közben az árakat nézve, atyám! Akkor írd le kommentben, illetve azt is, hogy a kettő fő setupból eddig mégis melyiket választanád. Viszont, mint említettem, még nem ez a vége, ha jót akarsz magadnak, van igazából három opcióm is a számodra. Az első, megnézed jobb oldalt felül a megjelenő kis videót, és elfogadod, hogy mostantól a cloud gaming lesz a legjobb barátod. That's impossible! Search your feelings, you know it to be true. Második. Lebutítjuk kicsit az Intel konfigot, és a használt piacon veszel egy jobb videókártyát. A procit egy i3-10105F-re cseréljük, amit én is használok amúgy a másik gépemben, az alaplap egy olcsó Asus H510M lesz, a tápegység egy Cooler Master nem moduláris 450 wattos bronz, RAM-nak egy 2x8 GB-os Corsair Vengeance kitet választottam, a gépház egy MATX Zalman S2, a tárhely pedig egy 256 GB-os Silicon Power. Így 125.000 forint a konfig, maradt 125.000 forintot videókártyára. Aztán majd eldöntöd, hogy vagy használtam. Vagy újonnan veszel. Viszont, hogyha újonnan, akkor még egy kicsit hozzá kell csapnod a kerethez. Na jöjjön a harmadik. Igazából erre azt gondoltam, hogy az életemben soha nem fogom kimondani, vagy hogy ezt ajánlom számítógép helyett. De vegyél 100.000 forintért egy Xbox Series S, rákötsz egy billentyűzetet meg egy egeret, és nyomod a Warzone-t Full HD-n, 60 FPS-sel a fosnátot meg 1080p 120-szal, anélkül, hogy kikaparnád a szemed a grafika miatt, meg persze sok más játékot is könnyűszerrel játszhatsz, anélkül, hogy gondolkodni kéne, hogy elbírja az eszköz. Amúgy egyre több játékot lehet kontrollokon és egérrel billentyűzettel játszani, és ez amúgy tök pozitív. Persze, ha tudsz venni a boltból PS5-öt, akkor inkább 150-et egy digitális változat mellé tenném le a voksomat, azért a 4K 60 FPS kitolás az arcodban nem egy rossz érv, de ugye nincs raktáron sehol, szóval nincs mit tenni. Én pár hónapja láttam egyetlen egy darabot az egyik üzletben, oda kellett telefonálni, hogy valóban ott van-e, vagy csak valami raktározási programhiba. És nem akartam hinni a fülemnek, amikor azt mondták, hogy valóban ott van. Szóval bepattantunk a kocsiba, fél óra alatt ott voltunk, és ráraboltunk az egyetlen elérhető darabra. Azóta sem látok kb. Sehol max skalperektől használt piacokon. Szóval összefoglalva igen, a harmadik opció egy konzol, plusz a maradék pénzből meg igazából azt csinálsz, amit szeretnél, de például vehetsz egy olcsó AMD Ryzen 3 Pro 2100 G-je integrált VGS budget gamer gépet egyszerűbb játékok, például Valorant, CS:GO, WoW, StarCraft, LoL, stb. És akkor AAA játékokra ott van a konzol, és mellette meg ott van a géped ugye alacsony igényű e-sport játékokra is, meg egyéb munkára, hogyha arra van szükséged. Az említett Ryzen 3 procinak a játék tesztjét megtekintheted a leírásban lévő videóban. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Devon voltam. Sziasztok!